Iványi Gáboréknak is lehet továbbra is, aki egy kicsit érdeklődik, az tudja nagyon jól, hogy évek óta gyűjtünk Gáboréknak is, ami azt jelenti, hogy amit hozzánk beutaltok Iványi Gábor címszóval vagy megjegyzéssel a bankszámlánkra, azt mi onnan levesszük, és Gáboréknak készpénzbe fölvisszük. Miért visszük föl készpénzbe? Azért, mert a tartozásaik miatt a NAV leemeli a számlájukról a beérkezett pénzt, tehát hiába vannak az 1% gyűjtésben az első négyben, hogyha a beérkezett 400 millió forintból 350-et elvisz az adóhatóság. Persze az adóhatóságnak ilyen szempontból van igazsága, hogy van tartozása, tehát én nem ezt akarom védeni, csak ugye, ha már ilyen van, akkor meg kell nézni, hogy miből van a tartozás, és akkor így egy nagy társadalmi vita nyílna ebből. Én nem is társadalmi vitát nyitottam ebből 3 évvel ezelőtt sem, csak azt mondtam, hogy fel tudtuk ajánlani azt a segítséget, hogy a mi bankszámlánkon még nincsen inkasszó, és ezért ezek a bankszámlák tudják fogadni. Eddig Gáboréknak 8,6 millió forintot vittünk föl a mindannyiótok jóvoltából, és ezek mindig akkor érkeztek meg, amikor nagyon-nagyon szükségesek voltak, úgyhogy ez a lehetőség nyitott. Ugye itt megint, aki politikailag próbálja elemezni ezt a segítségnyújtást, az természetesen kössön belénk, hogy miért az Iványéknak. Nagyon egyszerűen ezt már sokszor elmondtam, azért, mert egyedül ők vannak az országban, akik a társadalomnak azzal az 50 ezres alsó, legalsó rétegével foglalkoznak, akiket mindenhonnan kidobnak, akit te is elkerülsz az utcán, ők azoknak adnak szállást, azoknak adnak menedéket, azokat mossák ki az ürülékből, a vizeletből, a hányásból, azokat az üszkös lábúaknak tartanak fönn kórházat, amelyiknek már a sürgősségén sem fogadják őket, csak előjegyzésre, de akinek rohad a lába, annak nagyon kevés, hogy majd június 5-ére kap időpontot, mert annak azonnali beavatkozás kell, úgyhogy a segítségnyújtásuk meg a támogatásunknak az alapja, az nem politikai motiváció. Elég szomorú, hogy a politikát csinált abból, akik a társadalom legszörnyebb, legalsóbb rétegeivel foglalkoznak. Nagyon szeretném azt látni, hogyha egy stadion helyett esetleg ilyen melegedők nyílnának, mint amit az Iványiék fenntartanak, és akkor rendben van, akkor lehet egymással vitatkozni. De amíg csak dumálunk, és nem helyettesítjük, nem váltjuk ki azt, amit ők csinálnak, addig mi akármit is gondolunk, semmi más nem tudunk tenni, csak amiben tudjuk, támogatjuk őket. Nem beszélve arról az óvodáról, amit fenntartanak, nem beszélve arról, hogy ők nem a második kerületben, meg a Budapest 12. kerületében a legmenőbb önkormányzati iskolákat tartják fönn egyházi kezelésben, hanem azokat a Nyíregyháza és környéki, és még sorolhatnám tovább, milyen Mátészalka, Fehérgyalmat környéki iskolákat, ahová ezekben a második kerületi iskolákban dolgozó pedagógusok a lábukat be nem tennék. Mert ott nem csak tanításról van szó, hanem valami egész másról van szó. Úgyhogy nem tudunk így sem segíteni, mert olyan mértékű a Gáboréknak a rendszere, hogy ha az állam elzárja a csapokat, akkor az katasztrófát tud okozni. Ugye jelen pillanatban 1000 ember vár több hónapja a fizetésére, és ez nem is a mi kezünkben van, ez az Isten kezében van, de azt a néhány millió forintot, amit akkor föl tudtam neki vinni 3-4-szer, azt mindig tudom, hogy jó célra fordították, és ezzel nem volt semmilyen probléma. Én évek óta figyelem a Gábort, ugyanazzal az autóval jár, ugyanaz az óra van rajta, ugyanaz a ruha van rajta, tehát én számomra megnyugtató, hogy ő nem magánvagyont csinál az összedobott pénzből, hanem az utolsó pennyig visszafordítja. És kérlek benneteket, hogy ezt is se felejtsétek el, hogy akinek van erre lehetősége, az nyugodtan küldheti, és biztonsággal följuttatjuk. Jelen pillanatban Gáboréknak a legbiztonságosabb dolog a készpénz. Iványi Gábor szokta mondani, amikor beszélgetek vele, így negyed évente meg szoktam látogatni és beszélni vele, és ő szokta mondani, hogy a hajléktalan óvodába látja ezt, hogy reggel a kis 2-3-4 évesek szédelegve mennek. Tehát ott nem elég egy hittanórát tartani. Ott kiflit kell adni a kezébe. A kiflit pedig hát meg kell venni a boltba. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy ebben, ha segítetek, és ha tehetitek az ilyen embereket is, mint Iványi Gábor, természetesen van egy politikai beállítottsága, de ne elsősorban politikusként nézzétek, hanem én a Gábort a mai napig úgy nézem, hogy ő az az ember, aki arra tette föl az életét, hogy a társadalom olyan 1000 emberért jár közbe, és ad nekik nap mint nap kenyeret olyan 1000 emberért, akit mi elkerülnénk az utcán. Több testvérrel itt most
épp látok egyet. Pont ezért tavaly volt ez, amikor csináltuk, hogy egész nyáron, hogy ugye nem nyári tábort hirdettem, hanem be lehetett menni Iványéknak a szinte minden intézményébe, be lehetett menni. Azt pont azért csináltuk, ha arra a magyar egynézők eljöttetek volna, akkor megláttátok volna, hogy ez egy valós probléma. Ezért mondtam, hogy nagyon egyszerű, ha már ennyire családcentrikus ez a nemzet, akkor meg lehetne oldani különben a hajléktalan kérdést is, mert mindenki a családjában lévő hajléktalanokra odafigyelne, és szállást biztosítana neki, és ételt biztosítani neki, akkor nem kéne hajléktalan szállókat üzemeltetni. Miért kell hajléktalan szállókat üzemeltetni? Mert vannak olyan emberek, akikkel nem foglalkozik a családjuk. Amikor családról beszélsz, akkor ne egy fotót lássál, ahol négy szép gyerek mosolyog a szüleivel, hanem a család az azt is jelenti, hogy figyelnek egymásra.